Nem tudom, érti-e. Én nős vagyok. Ember előtt, Isten előtt. Megmásíthatatlanul. Családom van. És esküszöm asszonyom, hogy az évek alatt egyszer sem jutott eszembe megcsalni az én Gábimat. Persze találkoztam más nőkkel, csinosakkal, szépekkel, vékonyakkal, teltekkel, de mind nem számít, meg sem fordult a fejemben, hogy viszonyom legyen velük. Hiszen én hű akartam maradni a feleségemhez. Érti ezt? És... Igen, hát persze, hogy értem, igen. Megértem, amit mond. Akkor tudja, hogy mit érzek ebben a pillanatban. Nem tudom, mit mondjak, Egérre. Nem tudom. Mondjon valamit. Mit? Mondjon már valamit. Szóval úgy gondolja, hogy ez a nő ugyanazt érzi, amit maga érez? Néha azt hiszem, igen. Néha viszont nem. Össze vagyok zavarodva, de... Maga mit gondol? Én? Uh-huh. Mit gondolok? Igen. Nem kérdezhet tőlem ilyet. Gondolkodjon már Ágírre. Ha magától nem kérdezhetem, kitől kérdezzem meg? Nem tudom. Kérdezzem valaki mást. De ne engem, Ágírre. Könyörök. Úgyhogy... Na jó. Remélem talál megoldást a magán ügyére. Bocsánat. Megáll az ember esze. Nem is értem, hogy hogyan mondhatott nekem ilyesmit. Ezt nem hiszem el. Várjon már, várjon egy kicsit. Nagyon késő van, egyszerűen nem fog az agyam, érti? Nem működik az agyam, nem értem, mi baj van. A napnál is világosabb. Ébredj már fel, ébredj! Botrányos az egész, hallatlan ez az egész. Ágírre csak úgy közli velem, hogy szerelmes valakibe. Ezt nem hiszem el, és én az életemet bíztam erre az magának, emberre. Magának mesélt arról a valakiről, és biztos, hogy Betániáról beszélt. Jaj, kérlek szépen, könyörgök, Nora, hát persze, hogy róla beszélt, teljesen világos. Szóval világos. Hát persze. Meg kell állítanom valahogy, érted? Micsoda? Igen, persze. Mert nálam jobban senki sem tudja a világon, hogy milyen egy hűtlen férj. Én tudom, mi a szenvedés. Várjon, hadd gondolkozzam. Betánia, szóval megszerezzem magának a telefonszámát. Nem tudom. Jól van, ha gondolod. Mi a csodán neves? Semmi. De még mindig neves. Csak gondolkoztam, mondja. Nem féltékeny? Én? Féltékeny Betániára, ugyan már Norára. Megáll az ember esze. Majd ha fagy. Nem ismeri be, ugye? Mit? Nem hagyhatom itt. Nem lehet. Baj van? Nézlek. Látom, azért kérdezem. Nem tudok betelni veled. Én még ugyanazt érzem, Pász.
Add ide. Miért nem próbáljuk meg újra? Alejandro, ne haragudj, érthető voltam, nem? Paz, szeretlek, komolyan. Alejandro, ne is gondolj rá. Légy szíves. Nekem szükségem van rád. Neked valakire van szükséged. Menj inkább a szeretődhöz. De engem nem molesztálj. Szia! Össze vagyok zavarodva, beszélnem kell veled. Jó. Nem hallak jól. Hát, nem vagyok jól, Betánia. Most hallasz? Elmondtam neki. Nem bírtam tovább, hogy ne mondjam el, de nem érdekelte. Higgadj le, Juan. Micsoda? Nem tudok lehiggadni. Tudod, mit jelent ez? Végre elszántam magam, beszéltem, ő meg... Juan, más nem tudsz tenni. Ez van megírva. Ismered a mondást? Az ember nem menekülhet a sorsa elől. Én ma megpróbáltam. Összepakoltam a holmim, fel akartam mondani. Nem mondtál fel. Nem hagyhatom itt a munkám. Nem. Te azt a nőt nem tudod otthagyni. Jaj, ne zavarj össze még jobban. Juan, nem tudsz mit tenni, figyelj. Feküdj le. Csukd be a szemed, és holnap reggel minden tisztán látsz. Jól van, megpróbálom. Kösz, hogy meghallgattál. Puszilnak, szia. Megáll az ész. Aguirre, elintézek pár dolgot, aztán bemegyünk a kórházba. Jó? Jó, asszony. Bocsánat, Aguirre. Igen? Nem mondtam, hogy üljön le. Ha? Várjon odakint, kérem. Nem, asszonyom, nem várok odakint. Tessék? Mondja meg, kérem, miről van szó? Hogy miért bánik velem így? Hogy így? Hihetetlen, hogy nem hajlandó magamra hagyni a saját irodámban, Aguirre. Nem érdekli az, amit mondtam? Engem? Nem. Uh-huh. Miért kellene, hogy érdekeljen, hiszen a maga problémája. Ez nem fair. Kiöntöttem a szívemet. Erre azt mondja, hogy az én problémám? Bocsánat, Aguirre, de jelenleg így van. Elmenjek? Mondtam, hogy dolgom van, úgyhogy legyen szíves. Úgy értem, hogy végleg. Felmondok, ha úgy jóhajtja. Nem, ugyan, nem felmondásról van szó. Ez a dolog sokkal, de sokkal egyszerűbb. Ne titkolozzon, Aguirre. Muszáj megbíznom magában, értse már meg! Asszonyom, tegnap este mindent elmondtam. Nem mindent, Aguirre. Nem mondta, hogy van még egy testvérem, Viktorián kívül például. Nem tudom, miről beszél. Ne komédiázzon, kérem. Tudom, hogy megígérte, hogy nem szól, úgyhogy ne aggódjon, nem szokásom elárulni senkit. Mert láttam, bizony. Követtem magát a kórházba, és hallottam, amit apám elmondott. Hallott mindent? Majdnem mindent. Félretéve azt, amit hallottam. Meg kell mondanom, úgy érzem, maga elárult engem. Asszonyom, ez kényes ügy. Mert ha szólok, annak nem tudom, mi lett volna a következménye, értse meg. Rám kellett volna gondolnia, rám! Pontosan ezt tettem. Isten tudja, hogy szenvedtem, amiért nem szóltam semmit. Nem lett volna szabad hallgatnia, bíznia kellett volna benne. Jobban? Kiöntöttem a lelkem, de nem bízom magában?
Nézd, Ágér. Tudom, hogy kiről van szó, a hölgyről. A barátnőjéről, hogy is hívják, Betánia, akit annyira szeret, és aki a... aki a lelkitársa. Ágérrel. Legyenek boldogok. Befejeztem. Jó. Bocsánat. Végre újra itthon. Pász? Apa? Szeretnék találkozni Szabával. Szabával? Uh-huh. Az ügyvédeddel? Miért? Igen, vele. Ugyebár volt ez a egészségügyi probléma. Végrendeletet akarok írni. Végrendeletet? Mm. Miért? Nem értem, apa, mi szükség van rá. Ha csak nincs más olyan örökösöd, akit nem ismerek. Nem mondtam semmit. Ne nézz rá! Nem ő szólt. Követtem a kórházba. És mindent hallottam, amit mondtál az állítólagos testvéremről. Figyelj, apa! Engem sosem érdekelt a szeretőd. Úgyhogy gondolhatod, hogy az sem érdekel, hogy van-e tőle gyereked, vagy nincs. Kérdezek valamit. Gondold meg jól, hogy mit válaszolsz. Szeretném tudni, igaz-e, vagy mégsem. Jó napot! Na.